hivatalos készülődésben az óvoda és az iskola pedagógusai, óvónőink kívül bekapcsolódtak a szülők lelkes csapatai is a műsorkészítésben. Következzék akkor most a gyermekek ajándék műsora, amellyel szeretnék megköszönni önöknek azt, hogy most itt eljönnek és kíváncsiak arra, amivel ők készültek erre az eseményre. Évek óta hagyomány már, hogy a 8. osztályosok keringővel nyitják meg jótékonysági bárunkat. Ezúttal sem lesz ez másképp. A 8. osztályos lányok és a 7. fiúk Sosztakovics keringőjére fognak táncolni. Koruknál fogva talán még azt sem tudják, hogy kik azok a sógorok,
vagy hogy hol van Ausztria, hol van egyáltalán Tirol. Oh.
gondoskodtak arról, hogy jól induljon az este. Örülök, hogy nem fukarkodtak a tapssal, és kérem, hogy ne tegyék ezt a következőkben sem. Ígérem, hogy jövőre is látni fogják őket, ha nem is ovisként, hanem iskolásként. Az iskolának is vannak, az ovinak vannak legnagyobbjai, nekünk vannak legkisebbjeink, akik még tavaly óvodásként szerepeltek itt. Ők az első osztályosok. Hogy bátrabbak legyenek a második osztályosokkal karöltve, egy lendületes, varázslatos kis táncot mutatnak be, méghozzá, hogy a sportról se feledkezzünk meg, aerobikozni fognak. Hogy mennyire otthon vannak a modern mai zenében, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kedvenc együtteseknek, az Ózon együttesnek az egyik számára fognak aerobikozni. Kérem, köszöntsék őket tapsan!
igen népszerű Nox együttes dalait a falunap után szerintem már az is megismeri és megszerette, akik azelőtt nem is hallottak az együttesről. Dalaikba beépítve a magyar népzene és a néptánc elemei népszerűsítik azt. A harmadik, negyedik osztályos kislányok és kisfiúk is megszerették az együttes dalait, és a Százszor ölelj még című számukra táncolnak. Következzenek most az ő produkciójukkal. Egyetlen módon tudjuk nekik meghálálni, hogy jövőre is kedvük legyen hozzá,
ha minél több napsal köszöntik őket. Köszönöm szépen! Az 5. osztály műsora kapcsán Spanyolország népzenéjével és táncával ismerkedhetünk meg. Tudjuk, hogy a mediterrán országok népei rendkívül temperamentumosak emberek, ez tükrözik a zenéjük, a táncuk is. Paso doble, az ismert spanyol tánc szó szerint kettős lépést jelent, de nálunk a ritmus a mozgalmasságnak a jelképe. Remélem a ritmusos zenét és a táncot itt is nagy tapssal jutalmazzák. Következzenek az 5. sok-sok munkát, amit önzetlenül minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeztek az elmúlt időkben, és azt hiszem, hogy ezek a ruhák még színvonalasabbá teszik a műsorunkat. Váltsunk egy nagyot, hiszen a népzene a népzenei ihletésű számok után, hogy még színesebb legyen a műsorunk, egy más hangulat, egy más stílus következik. Évtizedes népszerűséggel bír a Hungária együttes, akik a rock and roll műfaj hazai koronázatlan királyainak számítanak. Zenéjük sosem megy ki a divatból, számaikat hallgatva mindenki lába mozgásba lendül. Így vannak ezzel a 6-osok is, akik a Hungária együttes számaiból mixeltek. Váljék egészségükre! Yeah.
szlovák, spanyol, magyar népzene által ihletett produkciót, a most következő sem lesz kevésbé népszerű. Michael Flatley neve és tánca ma már fogalom. Az ír népzene elemeire épülő zenéje együttes előadásában felhasználja az ír néptáncot. Zárószámként következzenek a hetedikesek.